Good? Yes. Thank you. Hú, az alázatos ember. És most láthattatok egy csomó példát arra, hogy mennyire sok erőfeszítést lehet beletenni dolgokba, amit Robert úgy fogalmazott, hogy ezeknek az embereknek missziója volt. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy egy kicsit mélyebben foglalkozunk azzal, hogy milyen fene ez a mindset. Fix mindset, meg growth mindset, amiről beszélgettünk. Nos, ennek megértésében segít most nekünk Magura Ildikó, szervezetfejlesztési tanácsadó, tréner, a Flow partnere, és nem mellesleg a Hősök tere önkéntese. Ildikó, parancsolj! Amióta a világ a világ, amióta ember az ember, a változás és a fejlődés az életünk része. Nem úszhatjuk meg. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy megúszhatjuk, hogy minket elkerül, de nem úszhatjuk meg. Ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen a viszonyunk hozzá. Nekem van egy kedvenc szójátékom a változáshoz való viszonyról vagy iszonyról. Ugye csak egy betű, de mégis óriási a különbség közöttük, hogy hogy viszonyulunk a változásokhoz. Kedvenc magyar mondásom, minden a fejben dől el. És hogy mi van a fejünkben, aminek fényében másképp élhetjük meg a változásokat, az a mindset, amiről már olyan sokat beszéltünk. Hoztam nektek a mindsetről néhány fogalmat, és arra foglak benneteket kérni, hogy amikor úgy gondoljátok, hogy ez a fogalom a mindsetről szól, akkor tegyétek fel a kezeteket. Mondom az elsőt rögtön. Belső késztetés. Ki gondolja úgy, hogy ez a mindset, a belső késztetésünk? Jó, mondom a következőt. Személyes meggyőződéseink. Ki gondolja úgy, hogy ez a mindset? Még több kéz. Egyfajta attitűdünk. Világhoz való viszonyunk. Személyes gondolkodásunk, gondolkodásmódunk. Azt látom, hogy nagyon sokan, nagyon sokszor is föltettétek a kezeteket, és ott nálatok az igazság ebben, mert hogy ez mind a mindsetről szól, és látjuk is, meg halljuk is, ti is ezt igazoltátok vissza, hogy ez nem egy egyszerű fogalom, ez a mindset. Én most azt a szót fogom használni a mindsetre, hogy a gondolkodásmódunk, vagy biztos csak azért, mert szemüveges vagyok, de hogy ez egy szemüveg rajtunk, amin keresztül a világot nézzük. És nagyon nem mindegy, hogy milyen a szemüvegünk. Két szemüveget hozok ma nektek, két gondolkodásmódot hozok ma nektek. Az egyik, az úgynevezett fix mindset. Kicsit nézzük, hogy mikor fix mindsetben gondolkodunk, akkor hogyan látjuk a világot. A világ számunkra fix mindsetben statikus, megváltoztathatatlan. Van egy kedvenc mondatunk, ilyen vagyok, készen vagyok. Ilyen vagyok és kész. Nem kell változnom, nem kell fejlődnöm, már nagyon jó vagyok, már nagyon készen vagyok. És miket látunk még, amikor fix mindsetesen gondolkodunk? Hogyan viszonyulunk a világhoz? Úgy viszonyulunk a világhoz, hogy a kihívásokat nem igazán kedveljük, nem igazán szeretjük. Ne jöjjön, mert hogy én kész vagyok, nekem már nincs szükségem kihívásokra. Mi a mondatom a kihívásnál? Nem kell magam ebben kipróbálni. Jó vagyok én enélkül is. Nincs rá szükségem, hogy kihívás jöjjön. Nagyon könnyen föladok dolgokat. Nem sikerült, nem baj. Semmi gond, megyek tovább, majd lesz valami. Nem hiszek az erőfeszítésekben, mert úgy gondolom, hogy az erőfeszítések értelmetlenek és fölöslegesek, hiszen minek tennék erőfeszítést, már készen vagyok. Nem vagyok jól a kritikával a fix mindsetes gondolkodásban. Mit mondok a kritikára? Nincs igaza, nem is tudja, ő sem jó ebben, ezért nem is foglalkozom a kritikával, abszolút elutasítom. Mit mondok mások sikerére? Nekik könnyű volt. Nekik azért sikerült, mert szerencséjük volt. Semmivel se jobbnak nálam, de szerencséjük volt. Elutasítom mások sikerét. És mi történik még fix mindsetes gondolkodásban? Nagyon kicsi a kockázatvállalásom, hiszen nem akarok kimozogni abból, amiben így fixen benne vagyok, amiben készen vagyok. Mi a másik gondolkodásmód, amit hoztunk nektek? Ez az úgynevezett növekvő vagy growth mindset. Mi van benne? A képességeink változtathatóak, folyamatosan tanulunk, folyamatosan fejlődünk,
Folyamatosan keressük a kihívásokat, mert újabb és újabb helyzetekbe tesszük bele magunkat, mert fontos nekünk, hogy ezekből a helyzetekből tanuljunk. Az erőfeszítés kell hozzá, azt nagyon fontosnak és szükségesnek tartjuk, hiszen anélkül nem fog menni. A kritikák fontosak, ezekből tanulni szeretnénk. A mások sikere inspirál. Mit mondok? Azt mondom mások sikerőre, ha neki ment, nekem is menni fog. Ha neki sikerült, miért ne sikerülne nekem is? A hibáimat beismerem, korrigálom őket, és a kockáztatás számomra szükségszerű a growth mindsetben. Biztosan mindenki úgy gondolja, hogy ő csak a jobb oldalon van. Ugye? Én nagyon régóta dolgozom azon, hogy az életemben sokkal többet legyek a jobb oldalon. De nagyon sokszor felismerem magamban, hogy a bal oldalon ragadtam. Mutatok néhány saját gondolatot a bal oldalamról. Sok lesz rajta a dián, sok gondolat, mert hogy kb. Ilyen sebességgel pörögnek a fejünkben ezek a gondolatok. Itt jönnek. Nem én tehetek róla, ez az egyik kedvenc gondolatom. Nem sikerült valami, és azt mondom, hogy nem én tehetek róla. Nem én vagyok a hibás. Így alakult, szerencséje volt. Neki szerencséje volt, nekem. Nem a körülmények miatt történt. Ennyi volt benne, nem volt benne több. Ennyi, ez egy nagyon kedvenc mondatom. Senkinek nem ment volna, nem csoda, hogy nekem sem ment, hát ez senkinek nem sikerült volna. Semmi értelme az egésznek, minek is próbálkozzak. Nem kell jobbnak lennem, készen vagyok, már így is teljesen jó vagyok, és pont ő mondja. Pont ő, hiszen ő mennyire tökéletlen. És a másik, az utolsó kedvencem, így születtem, így is maradok. Ha néhányat fölismertetek, akkor semmi gond, ezek az enyémek, bevallom, ezek a sajátjaim. De hogy miért is gond az nekünk, hogyha ebben a gondolkodásban vagyunk sokat, vagy többet? Vagyunk, tehát hogy nincs olyan, hogy nem vagyunk. Mert akkor a világban minden veszélyes számunkra, ha csak fix mindsetes gondolkodásunk van, hiszen minden váratlanul fog érni. Gyakorlatilag minden helyzet előtt, ami új és más, mint a többi, megtorpanok, és ott fogok állni értetlenül, hogy most akkor mit csináljak. Nem tudom magamból kihozni azt, amire képes lennék. Kicsit fussunk át a másik oldalra, túl sokat időztünk ebben. Amikor a growth mindsetes vagy növekvő mindsetes gondolkodásban vagyok, akkor ezek a gondolataim születnek. Ezt még nem tudom, de megpróbálom újra. Hogyan javíthatnám ki, amit elrontottam? Ezt elrontottam, megnézem, hogy mit tanulhattam belőle, mit tanulhatok belőle. Neki sikerült, nekem is menni fog. Megnézzük, mit lehet belőle kihozni. Kipróbálom magam, nem veszíthetek. Mindent megtettem érte? Tényleg mindent beleadtam, hogy menjen és sikerüljön? Most még nem megy. Mit tehetek, hogy sikerüljön, vagy mit tegyek, hogy sikerüljön? Nekem ez az utolsó mondat nagyon sokat segít helyzetekben, hogy ezt fölteszem, ezt kimondom, hogy most még nem megy, de mit kell tennem ahhoz, hogy ez legközelebb sikerüljen. Ugye három nagyon fontos eszközünk, mert hogy mondjuk, mit kapunk a growth mindset-tel? Azt kapjuk, hogy nem gond, hogyha valami most nem ment, mert tanulni fogok belőle, és következő alkalommal már tudni fogom, hogy hogyan kell állnom egy ilyen helyzethez. Következő alkalommal már azzal a magabiztossággal állok oda, hogy tudom, hogyha most nem is, de legközelebb már igen. Újabb kapuk fognak előttem kinyílni, hogyha többet tudok növekvő mindsetben lenni. Mik tudnak nekünk segíteni? Mert most azt mondjuk, hogy oké, fölismerjük, látjuk is, itt vannak a fix mindsetes gondolataink, így néznek ki a növekvő mindsetes gondolataink. De mit tudunk tenni annak érdekében, hogy egy kicsit változtassuk a gondolkodásmódunkat? Ugye változtass magadon, tegyél magadért. Három nagyon fontos eszközünk vagy módszerünk van. Ebből az első, amiről most már sokat beszéltünk ma, az az, hogy ér hibázni. Lehet hibázni. Senki nem várja el tőlünk, hogy elsőre tökéletesek legyünk. Mondjuk ki, mit hibáztunk. Mondjuk ki magunknak először, aztán mondjuk ki mások előtt is, hol hibáztam, mit rontottam el, mit csesztem el,
És tegyem persze hozzá a gondolkodás menetben, hogy mit tudok ebből tanulni, hogy fogom legközelebb elkerülni ezt a hibázást. Mit fogok tenni annak érdekében, hogy ez ne történjen meg következő alkalommal. De mondjuk ki, ér, lehet hibázni, ezt be kell ismerni, hogy ezt most elrontottam. A második, amiről Robert beszélt sokat, az erőfeszítés. Erőfeszítés nélkül nem fog menni. Kell beletenni energiát, kell beletenni egy folyamatot, amin küzdök egy cél érdekében, de nem megúszható, hogy kell beletenni erőfeszítést. És a harmadik, amivel ma reggel foglalkoztatok, azok a visszajelzések és a dicséret, hogy hogyan tudjuk segíteni magunkat és másokat dicséretekkel, visszajelzésekkel annak érdekében, hogy a növekvő mindset irányába el tudjanak mozdulni. Írtatok néhány visszajelzés dicséretet reggel. Lehet kétféleképpen dicsérni, lehet fix mindsetesen dicsérni. Mondok néhány példát. Ügyes vagy, okos vagy, zseniális vagy, jó vagy. Nincs velük baj, de mi keletkezik az ember fejében ennek hatására? Miért mondja? Mire gondol? Mit akar bennem megdicsérni igazából, valójában? És egy dologba ragaszt bele, hogy nem fogok kockáztatni, mert nem akarom elveszíteni ezt a státuszt, hogy okos vagyok, ügyes vagyok, zseniális vagyok. Ezért azt mondom, hogy jó, ha már most ez vagyok, akkor nekem nem kell több. Tényleg, így vagyok és így is maradok. Hogy lehet ezeket átalakítani növekvő mindsetes dicséretekké? Úgy, hogy azt mondom neki, hogy ügyes vagy, mert megpróbáltad, ügyes vagy, mert kiálltál, ügyes vagy, mert végigvitted, ügyes vagy, mert erőfeszítést tettél érte, hogy hozzáteszem azt a folyamatot, amiért én valóban nagyra értékelem őt. Csak tovább fűzöm. Idézzétek picit vissza fejetekben a reggeli visszajelzéseiteket, mert egyébként a mindsetjeinket át lehet írni, és a visszajelzéseket, dicséreteket is át lehet írni, annak fényében, hogy elmondtam-e neki azt, hogy mi volt benne, amit én nagyra értékeltem. Dicsérj bölcsen. Ez a legfontosabb üzenet. És írd át. Ha azt mondod rá, amikor tudatosítottad, hogy ez nem bölcs, nem növekvő mindsetes dicséret volt. Dicsérjetek bölcsen. Köszönjük szépen, Ildikó, a megértést, meg a megértetést. És persze mondhatnátok, hogy ezek olyan egyszerű szavak, így szoktuk csinálni, ahogy Ildikó mondta, de ezek többnyire gondolatok. Amikor valóban csináljuk a dolgokat, akkor leginkább ilyen, hoztunk két jelképet, hogy meglegyen, szóval leginkább ilyen, mégis ilyen fix mindsetesen akarunk viselkedni. Mit akarunk itt megmutatni nektek, hogy ilyen vagyok, amit az Ildikó is mondott, ez én ilyen vagyok, így kell engem elfogadni, ez már így oké. És mondjuk ő itt a gross mindsetes, majd mindjárt leleplezzük, hogy miért ilyen az ő feje, hogy én most vagyok ilyen, de akár még tudnék másképp is viselkedni. Miért félünk akkor, amikor változás van, amikor változtatni akarunk? Miért nem merünk belevágni új dolgokba, vagy merünk kockáztatni? Hát azért, mert túl nagy a tét. Mindenkinek szüksége van arra, hogy dicsérjék. Mindenkinek kell az elismerés. És mit szoktunk egymástól, vagy másoktól, szüleinktől, bárkitől kapni legjobb esetben, hogy ügyes vagy, ahogy az Ildikó említette. Igen ám, csak amikor azt mondjuk, hogy ügyes vagy, akkor mindig az egész személyre vonatkozik ez a dicséret. És ezt mindig meg akarjuk tartani, mindig jónak akarunk látszani, szeretnénk lenni a világban, és úgy akarjuk megélni magunkat, hogy ez oké. És az a helyzet, hogyha én ilyen fix mindsetben vagyok, akkor mindig attól fogok félni, hogy ez az egész, amit csinálok, engem dönt el. Hogy én nem vagyok elég jó. Mi van akkor, amikor gross mindsetes módon viselkedem, vagy adok visszajelzést másoknak, vagy egyszerűen csak így cselekszem? Ha én vagyok ez az egész, és valaki azt mondja, hogy ezt most jól csinálod, akkor mondjuk ez ennyiről szól. Ez itt van. Ez a cselekvésem, amit most csinálok. Ha ez nem sikerül, például mi elcsesztük reggel a 9 órát, ennek ennyi a tétje.
De ettől még nem kell rosszul éreznem magam a világban. Ettől még oké, hogy vagyok. Szóval ezek mögött, az egyszerű szavak mögött, és az egyszerű viselkedés, vagy egyszerűnek látszó és apró dolognak látszó mögött, dolgok mögött ez van. Vagy semmi vagyok, vagy nagyon szuper vagyok. Itt pedig mindig jó, hogy vagyok, de lehetek több, meg még több. Úgy, ahogy Küllői Péter is fogalmazott, egy exponenciálisabb növekedésben. Szóval ezeket a gondolatokat jó, ha elviszitek az első harmadból, az itt a konferencia első harmadából, és most egy szünetre szeretnélek invitálni benneteket, de nem ám olyan szünetre, hogy most kimegyünk, és csak úgy jól vagyunk. Legyetek jól, tehát ételital van, vendégül látunk benneteket, és köszönjük, hogy vagytok. Szeretnénk kérni is dolgokat. Egyfelől ismerkedjetek olyan emberekkel, akikkel eddig még nem beszélgettetek, ér oda menni, szép kitűzője van mindenkinek, és ér megkérdezni tőle pár dolgot, vagy beszélgetni vele arról a tartalomról, amiről most volt szó. Aztán arra kérünk titeket, hogy kaptatok azt hiszem kérdőívet a regisztrációkor, úgyhogy arra kérünk, hogy ezt a kérdőívet töltsétek ki, és a külső helyszínen, a megfelelő helyszínen a regisztrációt, a kitöltött kérdőívet be lehet dobni egy kis edénybe, és mi szeretnénk a nem helyes, hanem az egyáltalán kitöltők között sorsolni, úgyhogy minden harmadban fogunk könyveket sorsolni, nagyon értékes és izgalmas könyveket sorsolni közöttetek. Mire lesz még lehetőségetek? Lesz egy úgynevezett rapid randi sarok, ott a trénertársaink és a követtársaink lesznek ott, különböző szituációkat, ilyen gross vagy fix mindset szituációkat lehet hozni, végigbeszélni 2 percben, reméljük nagyon praktikus és gyors segítség lesz nektek a következő időszakaitokban. Van egy tetováló szalonunk, Máté Kata segítségével, akit őt látjátok Remarker rajzolni, vagy írni, rajzolni nem is tudunk. Az ő segítségével hősök terés tetoválásokat tudtok magatokra tenni. Nem ilyen babáknak való, hanem olyan nekünk való, felnőtteknek és fiataloknak való. Lehet köveket írni, tegyél zsebre egy gondolatot, írd meg, és tedd zsebre azt, amit szeretnél ma innen elvenni. Van egy köszönetképes lapunk is. Ez azt jelenti, és muszáj egy picit visszamennem, minden tréningen írunk, vagy íratunk az ismerőseinkkel egy levelet. Ezt mi egy trénertársunkról Zsuzsi levélnek kereszteltük el. A Zsuzsi levél lényege az, hogy én írom magamnak a jövőbe. És mi arról gondoskodunk, hogy fél év múlva, mármint a mi a hősök tere, fél év múlva feladjuk annak, aki ezt a levelet megírta. Most arra kérünk, hogy ahogy dicsértetek az előbb, Ildikó elmagyarázta, hogy ez hogyan működik, hogy írjatok egy olyan képes lapot, egy köszönetképes lapot annak, akinek még talán nem köszöntetek meg valamit, de jó lenne. Tegyétek borítékba, le fogjuk zárni, szóval csak az látja, akire majd tartozik, és címezzétek meg neki, mi azt vállaljuk, hogy el fogjuk neki küldeni. Szóval adjatok köszönetet valakinek, ilyen gross mindsetesen, ha úgy tetszik, és mi megtesszük, amit ti szeretnétek. Aztán azon a kis cetlin, amit írtatok, szóval vannak még ilyen cetlieink. Ha szeretnétek még dicséreteket vagy dicséretformákat felírni, van erre is lehetőség. Kint megtaláltok még ilyen kis kék cetliket, úgyhogy hajrá. És most jó étvágyat az ebédhez, és 60 perc múlva találkozunk itt. Köszönjük, hogy itt vagytok.